Jó estét kívánok! Novák Katalin a kegyelmi döntését ma az ATV-nek úgy igazolta, vagy azzal magyarázta, hogy minden kegyelmi döntés a természeténél fogva megosztó. Na, ide kapcsolódik a mi kérdésünk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy megosztó-e ez a kérdés önök szerint, hogy le kell-e mondani a pedofil ügy miatt Novák Katalinnak, igen vagy nem, szavazzanak, de természetesen nem csak ennek az ügynek a következményeit, fejleményeit fogjuk majd megbeszélni, hanem más témákat is mutatom, hogy melyek ezek. Novák Katalin szerint minden elnöki kegyelem kérdéseket vett fel, az ellenzéki pártok sorra mondatnák le. A DK aláírásgyűjtést is indított. A nyugdíjba vonuló tanárok is megkapják a béremelést, közölte a BM. A bíróságokon viszont 2 éve nem emeltek, ezért egyre többen távoznak. Feljelentést tesz a lombkorona sétányok miatt az integritás hatóság. Gyanújuk szerint költségvetési csalás történhetett ezeknél. Többször is hazaküldtek egy Máté Szalkai kislányt, aki belehalt betegségébe, de Pest megyében is gondokat okozott az ügyelet átalakítása. Vendégeink: Tompos Márton, a Momentum alelnöke, országgyűlési képviselő. Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója. Bakaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Kívánok és jó estét kívánok a vendégeinknek is, akiknek nyilván nem lesz meglepetés, hogy az adás első részét Novák Katalin kegyelmi ügyének szenteljük, annál is inkább, mert nagyon-nagyon sokan várták, és szerintem nem csak újságírók, politikusok, hanem a közvélemény is, hogy ma mivel indokol a köztársasági elnök. Hát, hogy ez indoklás vagy nem, azt döntsék el önök, minden esetre mutatjuk, hogy mit mondott ma az ATV kérdésére. Elnök asszony megbánta-e, hogy aláírta a kegyelmi kérvényt? Megfordult-e a fejében, hogy lemond, és kész-e nyilvánosságra hozni a kegyelmi döntésnek az indoklását? Ezek voltak az ATV kérdései az államfőhöz a K. Endrének adott kegyelmi döntéséről. Még múlt pénteken derült ki, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesét, aki a vád szerint megpróbálta eltussolni az intézmény igazgatója által elkövetett szexuális bántalmazásokat, és kényszerítés miatt jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő börtönre ítélték. Undorodom a pedofiliától, és az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom. Jelentette ki a köztársasági elnök. Novák Katalin elmondta, hogy elnöksége alatt sosem adott kegyelmet pedofiloknak, és ez ebben az esetben sem volt így. Ezt követően az államfő nem adott választ a lemondására vonatkozó kérdésre, és jelezte, nem indokolja meg döntését. Van egy jogszabályi rendelkezés, amelynek tekintetében az elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános. Ennek megfelelően természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvett kérdéseket, és ezek a kérdések adott esetben meg is maradnak, vagy megválaszolatlanok maradnak. Olaj volt a tűzre ez a nyilatkozat, vagy idővel elül ez a felháborodás, amit most látunk kibontakozni? Szerintem rontotta a helyzetet, hiszen ez egy nyilvánvaló mellébeszélés volt. Egyik kérdésre sem válaszolt, amit a önök szerkesztője vagy riporter teljesen logikusan föltett. Próbál menekülni, és azt gondolom, hogy azt a taktikát próbálja választani, hogy hát ha elül majd a botrány, eltelik bizonyos idő, és megválaszolatlanok maradnak a kérdések, erre játszik. Szerintem ez nem tud megtörténni, hiszen ez egy szimbólummá fog válni, a saját szimbólumuk fog szembefordulni a kormánnyal, a Fidesszel, hiszen ha az elmúlt 5-10 évet nézzük, a pedofília elleni küzdelem nekik olyan szimbólummá vált, hogy már ott is pedofiliát kerestek, ahol az már nem pedofília volt. Gondoljunk vissza az oktatási intézményekben felvilágosított tevékenység ürügyén pedofiliát kiáltó kormánypártokra. Tehát ezt nem lehet megúszni, ezt az ügyet, és valóban, hogyha titkolózás lesz, akkor azt gondolom romlani fog a helyzet. Tehát ez nem az, ahol az időmúlás meg fogja oldani ezt a kérdést. Június 9-én érdemes visszagondolni a választóknak arra, hogy kinek az oldalán állnak, a pedofil oldalán állnak, akik ezeket rejtegetik, vagy esetleg azok oldalán, akik tiszta vizet akarnak önteni a pohárba. De ebből akkor az is következik, hogy ön, vagy az MSZP, vagy akár a többi ellenzéki párt abban nem reménykedik, hogy ennek közvetlenebb következménye lesz, mint mondjuk egy választás? Én a magam nevében tudok
véleményt formálni, vagy a közösségünk nevébe. Egyetértünk azzal egyébként, hogy meg kell próbálni a parlamenti eszközöket. A Magyar Szocialista Párt frakcióvezetője például Tuzson Bencéhez fordult azzal a kérdése, hogy ő ellenjegyezné-e újra ezt a kérelmet, hiszen az igazságügyi felelős korábbi miniszter ezt megtette, de én nem gondolom, hogy a parlamenti eszközökkel célt lehet érni. Sokkal szélesebb társadalmi nyomásra lesz szükség, és azt gondolom, hogy ahogy majd megy az idő, egyre jobban magára fogja húzni ezt az ügyet a kormánypárt vagy a kormánypártok. Egy ehhez képest talán kevésbé súlyos plágium ügyben azért mit Pál lemondott a végén? Én abból gondolom, hogy itt valami súlyos okának kellett lennie, hogy ez a kegyelmi döntés megszületett, hogy biztos, hogy fölmérték az elnöki hivatalban is, hogy ennek milyen következményei lesznek, politikai következményei, társadalmi következményei. Előbb azt kérdezted, hogy tovább pörög-e az ügy. Én azt gondolom, hogy tovább fog pörögni, és majd legkésőbb a következő választásokon lehet, majd tudnak majd hangot adni az emberek ezzel kapcsolatos véleményüknek is. De én azt gondolom, hogy zavarban van Novák Katalin. Érződik, pedig volt egy kis ideig felkészülni, hogy kitalálják, hogy milyen kommunikációval próbálják majd eladni ezt a döntést, és annál többet, mint hogy nem kell érvelniük a kegyelmi döntés mellett, nem találtak ki. Én elkezdtem ezen agyalni gondolkozni, hogy milyen háttere lehetett ennek a döntésnek, és nem tudok másra jutni, csak arra, hogy itt valami egyéni személyes ok lehet. Például, nincs erről tudomásom, de hogyha az illető olyan súlyos beteg, hogy ez indokolta a kegyelmi döntés meghozatalát, vagy esetleg nagyon elrugaszkodva a valóság talajáról, valamiért nemzetbiztonsági szempontból volt fontos, hogy ez a kegyelmi döntés megszülessen, de nincsen más épeszű elfogadható magyarázat erre a döntésre. Épeszű elfogadható biztosan nem, de az egyik teljesen egyetértek, hogy parlamenti eszközökkel nem lesz eredményes tiltakozás ezzel szemben. Mi ugye ezért szervezünk tüntetést is most péntekre a Sándor Palota elé 18 órára. Mindenkit várunk szeretettel, az ellenzéki kollégákat is, a fideszeseket is, akinek nem értenek ezzel egyet, mert szerintem sokan vannak. De amire én felhívnám a figyelmet, az itt a fideszes kommunikációnak a taktikája. Tehát azt láthatjuk, erről biztosan fogunk majd még beszélni, hogy egyszerre jelent meg frakcióvezető nyilatkozat, egyszerre jelent meg ugye Orbán Balázs, volt Novák Katalin tanácsadójának is egy eszement gondolatmenete, Deák Dánielnek is. Ugye ez egy nagyon klasszikus taktika. Fura példa lesz, mindenki érteni fogja. 2014-ben, amikor lelőtték a maláj utasszállítót, akkor az oroszok 24 órán belül 8 különböző verzióval álltak elő. Ukránok voltak, meghibásodás volt, volt olyan verzió, hogy hát eleve halottak voltak rajta, és így tovább. Ugyanezt csinálja most a Fidesz, hogy annyi verzió dobál be a közbeszédbe, hogy megpróbálja összezavarni az egészet. Ez egy nagyon klasszikus kommunikációs stratégia, és ugye Novák Katalin ebben nem fog szerepet vállalni, mert őt egy másik kategóriába sorolják bele, de az látszik, hogy tehát ha megkérdezik tőle azt, hogy nem indokolja meg most, hogy miért tett így, akkor én azt mondom, hogy mondjuk egy Göncz Árpád, vagy egy Mádl Ferenc, vagy egy Sólyom László panel nélkül is tudott volna erre válaszolni. Novák Katalin nem ilyen kategória, mondjuk ők valószínűleg nem is mentettek volna fel egy ilyen embert, az egy másik kérdés, de ő nem egy ilyen kategória, ő neki megmondják, hogy mit lehet tenni. Magyarul központosított minden kommunikáció, neki nincsen önálló gondolat ebben a kérdésben, és ezért mondom azt, hogy ez a döntés sem Novák Katalintól jön szerintem, hanem ahogy ez a sajtóban is lejött, hát neki ennek a felmentett kegyelmet kapott pedofil segítő embernek elég erős fideszes kapcsolatai voltak. Reméljük, hogy egyszer kiderül, erre, hogy mi. Erre még mindenre térjünk vissza, ami itt most említés szintjén felmerült, mert ugye Kocsis Máté és Orbán Balázs nagyjából ugyanazt mondja. Az egyik érvelés az az, hogy az a baloldal, amely nem szavazta meg a pedofil ellenes törvényt 2021-ben, az meg se szólaljon. Majd ezt akkor elmondják a jelenlévők, hogy miért nem szavazták meg, mert ugye arra is volt egy indoklása akkor az ellenzéknek, hogy mivel bővítette ki a kormány oldal ezt a törvénymódosítót. És Orbán Balázs pedig úgy fogalmazott, hogy ez egy politikai balhé, amit azok csináltak, akik nem álltak ki a pedofil ellenes bűncselekmények ellen. De azt is mondja, hogy arról akár lehet beszélni, hogy az elnöki kegyelem indoklása az nyilvános legyen, és meg kelljen indokolni a nyilvánosság előtt. Két dologba jót mondanak a kormánypárti politikusok, csak a következtetésük helytelen. Ugye a Novák Katalin azt mondja, hogy megosztó egy kegyelmi döntés.
Ez igaz, csak itt úgy megosztó, hogy azt gondolja, hogy a társadalom 99,9%-a gondol valamit, és a maradék, hát ez is megosztó, mert nem 100, mert biztos van, legalább a családja magának a kegyelemben részesítettnek, az biztos helyesnek tartja. Tehát ez olyan szinten megosztó, amit valójában nem lehet megosztottnak nevezni, mert a társadalom elsöprő ereje fogja. Tehát jobboldali emberek is biztos, hogy sok hibát követnek el, például, hogy rossz fátra szavaznak, de ettől még nem támogatják a pedofiliát. Én ezt nem gondolom, sőt, én azt se gondolom, hogy a fideszes politikusok önmagában a pedofiliát támogatnak. Tehát amikor ilyen szarvasiba van, a mögött nagyon súlyosoknak kell lenni. És igen, Orbán Balázsnak igaza van, ez egy politikai botrány. De hát ezt ők okozták. Ez egy olyan politikai botrány, amelyik vissza fog szállni rájuk. Én bízom benne, hogy június 9-én ennek következményei lesznek. És ezt összekeverni bármiféle korábbi parlamenti szavazási magatartással, az egy kétségbe esett kísérlet a mellébeszélésre. De egy dolgot, amit itt a szakértő úr mondott, vagy média képviselője, hogy igen, erre egyetlen egy olyan ok lenne, ami valahol nem méltányolandó, de megfontolandó lenne, hogyha gyógyíthatatlan, nyilvánvalóan olyan betegségben szenved, amikor belátható időn belül el fog hunyni. Na de akkor viszont azt nem értjük, hogy akkor ezt miért nem hozzák nyilvánosságra. Az se lenne helyes, de ott lehetne érvelni amellett, hogy akinek hátra van fél éve, egy éve, mondjuk milyen körülmények között fog meghalni. Okay, de ez az elnök nyilván nem hozhatja nyilvánosságra, de az érintett... Ezt akartam mondani, az érintett, hogy a jogi képviselője ezt megtehetne. Ő ezt megtehetne. Egyrészt, másrészt ugye azt tudjuk, hogy ő nem börtönben volt. Tehát, igen, hogy ő otthon volt, odáig, ő otthon volt, és nyomkövetővel. Tehát a körülményei azok, tehát hogy nem a börtön. Logikusabb egyébként az, amit képviselőtársam mondott, hogy inkább valamilyen politikai szálat lehetne bekeresni, de hát az is szarvas hiba. Hát kérdés, hogy vajon milyen szintűnek kell lenni egy igazgató helyettes kapcsolatrendszerének, hogy a Fidesz az elmúlt évtized talán legnagyobb botrányát, most nem akarok versenyezni, hogy melyik a legnagyobb botrány, de ez biztos, hogy az első háromba benne kell legyen. Induljunk tovább ezen a nyomon, de azzal, hogy megmutatunk egy rövid részletet abból a videós interjúból, amit a 444.hu készített K. Andrével, aki nem járult hozzá, hogy az arcát megmutassák, de azért röviden, hát úgy, ahogy de válaszolt az újságíró kérdéseire, mutatjuk. Jó napot kívánok! Endre? Mit szeretnél? Én Kaufmann Balázs vagyok a 444.hu-tól, és csak arról szeretnék kérdezni, hogy az elmúlt napokban hát elég sok hír szólt önről, és hogy tud-e esetleg részleteket mondani arról, hogy ez a bizonyos kegyelem miért született meg az ön ügyével kapcsolatban? Nem én írtam a kérelmet, nem tudok ebben nyilatkozni. Azt tudja, hogy ki írta a kérelmet? Szeretnék egy kicsit tisztában látni ebben az ügyben, mert mi is elég sokat foglalkoztunk ezzel, és gondoltuk, hogy megkérdezzük önt. Köszönöm szépen, mit gondol erről az egészről? Tehát, hogy ön szerint jogosan kapott kegyelmet a közösségi elnöktől? Én sajnálom, most nem tudok nyilatkozni. Eljön majd az idő. Később szeretne erről beszélni? A megfelelő időben sajnos most nem nyilatkozom. Rendben, azt mondjam... Korainak tartom. Korainak tartja. Mikor fogja ezt majd nem korainak tartani? Az idő és a Jóisten eldönti majd. Ennyit szerettem volna mondani. Megkeresték önt az áldozatok az elmúlt napokban? Beszélt ezekkel a fiúkkal? Sajnos nem nyilatkozom. Sajnálom. Beszélne velük? Mit mondana nekik? Nem tartozom, hogy mit mondanék, ha esetleg beszélnék, de erre nem fog nyilatkozni. Nem szeretnék nyilatkozni. És akkor majd kiderül, mit jelent ez, hogy az idő és a Jóisten eldönti, hogy ez mikor lesz időszerű. Na most ez az az ember, aki ugye a gyerekeket vitte azokra a sportedzésekre, és akkor itt jön a fideszes kapcsolat, amelyet a Niki Sportegyesület Birokra magyar elnevezésű programjában bonyolítottak le. Ennek pont az volt a lényege, hogy a gyerekvédelmi ellátásban részesülő gyerekeknek biztosítson sportolási lehetőséget, és ennek az egyesületnek a Orbán Viktor öccse, ifjabb Orbán Győző volt a létrehozója 2009-ben. Na de ennyi a fideszes kapcsolat, nem több. Ennél van több azért, tehát hogy ő hordta a gyerekeket a Puskás Akadémia különböző edzéseire. Puskás Akadémia cikkeiben is megjelenik mind ő, mind pedig a pedofilia miatt elítélt igazgató, illetve ő
az ember felszólalt egy sportállamtitkár látogatásán tartott rendezvényen is, tehát hogy neki azért több fideszes kapcsolata van, és látszott, hogy fent volt a térképen mondjuk. Oké, de ha reálisan nézzük, akkor mondjuk abban a térségben, meg úgy egyébként egész Magyarországon, hogyha az ember bármerre elindul, mindenhol fideszesekbe botlik, és ez így van a kétharmadokán. Én sem érzem annyira erősnek egyelőre a politikai szára, tehát nem láttam még annak bizonyítékát, hogy egy ilyen horderejű ügyet fölvállaljanak a köztársasági elnök bevonásával, hogy egy olyan szemét mentsenek meg, akinek ezek szerint azt feltételezzük, vagy néhányan feltételezzük, hogy nagyon mély politikai bekötése van. Én nem látom ezt a nyomot egyelőre, úgyhogy továbbra is azt gondolom, hogy ez valami személyes ügy lehet, ami egyelőre legalábbis nem tartozik a nyilvánosságra, de itt az interjúban, ahogy fogalmazott az úr, vagy nem tudom, lehet őt úrnak nevezni, tehát az illető az azt sejteti, hogy itt azért vannak személyes. És még egy nagyon egyszerű kérdést érdemes feltenni, amire szerintem eddig nem hallottam, hogy beszélt volna bárki, hogy ha ilyen erős kapcsolatai vannak valakinek, mint ami most bekövetkezik, tehát ezen a logikán indulunk el, akkor fölmerül a kérdés, hogy volt egy nyomozás. Ugye most négyen ülünk a stúdióban, nem csinálunk rövid közvéleménykutatást, hogy hányan hiszünk a teljesen független igazságszolgáltatásban abban, hogy Magyarországon ma a nyomozás, a vádképviselet, az ügyészség és a rendőrség működése az teljesen transzparens, és kizárólag a jogszabályoknak van alávetve. De fölmerül a kérdés, hogy ha valakinek ennyire erős kapcsolata van, vagy lett, akkor bár én örülnék neki, hogyha az igazságszolgáltatás az teljesen objektív lenne, de fölmerül a kérdés, hogy akkor az igazságszolgáltatás nyomozati szakában, vád szakában ez nem jelentkezett akkor ez a kapcsolat. Tehát ez is egy érdekes körülmény, hogyha valakinek ilyen erős behatása van, hogy az ország egyik legnagyobb politikai botrányát előidéző döntést hozzon a köztársasági elnök, akkor lehet, hogy egyébként nagyon helyesen az igazságszolgáltatásba senki nem avatkozott be, de azért éljünk a gyanúperre, hogyha azt feltételezzük, hogy a politikának ilyen befolyása van, akkor azért én nem tudom a választ, csak fölteszem a kérdést, hogy akkor a sokáig, évekig tartó nyomozás, vádképviselet alatt ez nem jelentkezik, hanem születik egy egyébként korrektnek tűnő ítélet, amennyit én azt láttuk, hogy a korábbi hasonló esetekben, amikor fideszes volt érintett például a Kaleta ügyre, hogyha gondolok, ott azt el tudták intézni korábbi szakaszában a nyomozásnak, illetve a bírósági szakaszban, hogy mérsékelt büntetés. Örülök, hogy ön vitte tovább a gondolatmenetemet, mert én nem akartam országgyűlési képviselőként ilyet sugalmazni, de fölmerül ez a kérdés, hogy igen, hogyha voltak olyan ügyek, amelyekben ez Érte mondjuk azt, volna hogy eddig igen, hogy nem, az igazság minden részlete nem derült ki. Utána az elnöknek kelljen. Ez egy kicsit árnyalja azt, nem tudom a választ, csak logikusan tegyük fel a kérdés, hogy ha ilyen döntésben beavatkoznak a köztársaság elnök szintjén, mert valamilyen politikai kapcsolatokon, vajon előtte ez mi nem következett be? Nem tudom a választ, csak ezt is érdemes végigmondani. Két dolgot ne felejtsünk még el, tehát ez a sztori, ez nem úgy nézett ki, hogy elítélték és most felmentették, hanem 2016-ban az RTL ezt bemutatta, ott ő elkerült Bicskéről, de egy tesi tanárként helyezkedett el egy másik iskolában, amiről 18-ban szerzett tudomást a közvélemény, megint az RTL-nek egy nyomozása kapcsán, ami után őt ott, gyakorlatilag nem egy élőadásban, de aznap kirúgták, és aztán ítélték el, és megint felmerült a kérdés, hogy jó, de hát valaki hogyan helyezkedhet el tornatanárként akkor, egyébként Bicskén, tehát ugyanazon a településen, hogyha ilyen ügyben megy vele szemben nyomozás, és azt se felejtsük el, hogy most a 444 cikkből robbant ki ez az egész, ami a saját elmondásuk szerint onnan jött, hogy egy olvasójuk elolvasta a bírósági határozat leíratát, és abban benne volt. Tehát én egy dolgot egyáltalán nem becsülnék alá, ez gyakorlatilag az egész fideszes kormányzásra igaz, hogy egyszerűen nem számoltak vele, hogy ez kiderül. Tehát hogy benne volt a pakliban, hogy hát igen, megúszuk, mert mikor volt? Tavaly? Majd, hát most vagy észreveszik, vagy nem. Ez logikus, de azért azt a gondolatmenetet abban az értelemben nem cáfolja, hogy azért egy sok évig tartó eljárásban láttunk olyat, ahol az a gyanú, hogy esetleg nem teljesen függetlenül mentek a dolgok. Itt azért elmentek odáig, hogy egy végrehajtandó börtönbüntetés kapott, nem is olyan keveset, bár most ezt nem tisztán megítélni, bár voltam gyakorló jogász, de azt mondom, hogy az nagyon helyes, hogyha valaki ilyen bűncselekményt követel, akkor a törvényszigorára szükség van. Csak kicsit ellentmond a két dolog egymásnak. Szerintem itt rengeteg kérdés van még, amit
jó ezekről beszélni, de én azt merem mondani, hogy nem látom. És jogos az a felvetés, hogy érdemes újra gondolni, hogy kell-e indokolni a kegyelmi. Az egy logikus felvetés volt, csak én attól tartok, hogy Orbán Balázs nem feltétlenül úgy gondolja ezt az indokolást, hogy mi gondolnánk, hogy az igazságot ismerjük meg, hanem én azt gondolom, hogy ők a terhet akarják, ahogy képviselőtársam mond, felmentő selekként megjelenik mindenféle más kommunikátor, és meg fogjuk látni a köztársasági elnök asszony, ki fog ebből jönni, és átvállalják más kommunikátort. Van még egy szála ennek a történetnek, amit az egyik elnöki tanácsadó, a Skrapski Fruzsina dobott be a Facebookon keresztül, hogy esetleg megtévesztették ezzel az elnököt. Ezzel akartam folytatni, igen. Tehát, hogy nem teljes körű információk birtokában hozta meg a döntést. Ez egy nagyon titkos szolgálati irányokba elvívő történet lenne, de miután elnöki tanácsadóról van szó, tehát ő közel áll Novák Katalinhoz, és valamennyire több rálátása van a folyamatokra, mint amennyire nekünk van itt a stúdióban, ezt se engedjük el teljesen, hogy lehet, hogy nem kapott teljes értékű tájékoztatást az elnök. Szerintem Zsoltot engedték be a Nemzetbiztonsági Bizottságban, nem engem, úgyhogy ezt jobban látja, de hogy ez nonsense. Tehát, hogy ha ez így történt, akkor az nagyon súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat és az Alkotmányvédelmi Hivatal felelősségét veti föl. Ha meg nem így történt, akkor meg egyszerűen nem értik, hogy működik a magyar titkosszolgálat, és hülyeségeket beszélnek. Ezért mondom, hogy ez csak egy megtévesztő hadjáratnak a része. Értem, hogy ezzel érdemes foglalkozni, de ne üljünk fel a Fideszes kommunikáns. A titkosszolgálatok irányába, amikor azt mondom, hogy nem teljes körű információ, akkor lehetnek olyan alapinformációk is, amik nem úgy lettek összerakva, hogy egy világos képet kapjon az elnök. Nem kell ebbe feltétlenül belelátni a titkosszolgálatokat. Igen. Én azt gondolom, hogy a 2006 óta... Ugye egy hanyag munka eredményeként. 2006 óta vagyok tagja a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, ezért képviselőtársamnak így ezt a hogyan félreérthető mondatát így ezzel azt gondolom. Engedték oda. Igen, tehát ez így egy... hogy 2006 óta ülök benne, és a pártok közötti megegyezés alapján született, ahol a Momentum vezetése is ott volt, akkor még nem a elnök úr képviselte a Momentumot. Úgy érzékem, mert a pozícióra lenne igény a Momentum részéről is. Volt, csak kövér László nem így döntött, de ezt most ne vívjuk meg, volt a pártok között egyébként ebben egy megegyezés, ezt onnantól ott ültem, meg is mondhatnám, hogy a Momentumot kiképviselte, de most nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, bár túl vannak a tisztulításon, viszont abban teljesen igaza van a képviselő úrnak, hogy én azt gondolom, hogy ez a nem tudtuk, megtévesztették, ez azért nem tud jó lenni, függetlenül a nemzetbiztonsági részétől, mert egy köztársasági elnöknek nagyon komoly stábja van. Tehát ott azért, ott nem az történik, én gondolom, hogy köztársasági elnök asszony hazamegy, futás, vagy sport után, vagy valami avató ünnepség után, vagy egy nemzetközi látogatás során a repülőgépen átfutja két sorban, hogy éppen kegyelem, nem kegyelem, bár filmekben ugye vannak ilyen jelenetek, de ez nem így zajlik. Nagyon komoly jogásztáb nézi meg ilyenkor, hogy mondjam, mi az az ítélet, milyen esetben tesszük, és itt azt gondolom, hogyha fölmerül az, hogy valakit pedofil jellegű bűncselekmény esetén, akkor a vészhangnak, a vészcsengőnek, vagy valaminek meg kell szólalnia. Tehát itt most nem arról szól a történet, más esetben is vitatható, és abban van igazság, hogy minden kegyelem megosztó, hiszen egy jogerős döntést ír fölül. Na de itt azt gondolom, hogy itt, amit az előbb mondtam, ez nem megosztó. Ugye Skrapski Fruzsina bejegyzése azért is érdekes, mert hogy egy nagyon fontos és pikáns kommentár is érkezett hozzá. Na, ezzel fogjuk folytatni még ezt a témát egy rövid ideig a reklám után. Tartsanak velünk. Még mindig egy kicsit maradunk Novák Katalin kegyelmi ügyénél, és ugye ígértem azt, hogy megmutatjuk azt a Facebook poszt kommentárt, ami hát egy elég pikáns hozzászólás volt Skrapski Fruzsina Facebook posztjához. Ugye ő egyébként annak a 16 fős tanácsadó testületnek a tagja, amely Novák Katalin döntéseit segíti, és a kommentár, amely ide érkezett, Varga Judit korábbi férjétől, Magyar Pértertől származik. Ő ugye úgy jön a képbe, hogy amikor ellenjegyezték ezt az elnöki döntést, akkor Varga Judit még igazságügyminiszter volt. Ide kapcsolódik az a felhívás az ellenzéki pártoknak, hogy méltatlan arra, hogy vezesse a Fidesz uniós listáját. És a korábbi férj úgy fogalmaz, hogy szerinte nem lehet azzal védeni, hogy esetleg megvezették Novák Katalint ezt a döntést. Úgy fogalmazott, hogy a mostani eset végtelenül egyszerű, született egy rossz döntés, valószínűleg többen is hibáztak, ilyenkor nem titkolózni kell és terelni, hanem magyarázatot adni, elnézést kérni, és ha lehet, valahogy jóvá tenni. Érdekes ez a megszólalás.
Hát igen, mert ez ugye azt üzeni, azt állítja ezzel Magyar Péter, hogy rossz döntés született, hogy ez nem hanyagságra vezethető vissza, hanem egy tudatosan átgondolt és megfontolt, de végeredményében rossz döntés. Magyarul, mintha ki akarták volna menteni ezt az illetőt az igazságszolgáltatás karmai közül, ami meg azt igazolná, ugye sokféle teórián gondolkoztunk és sokféle teóriáról beszéltünk az elmúlt néhány percben, hogy mégiscsak politikai okokból kellett kimenteni K. Endrét, uh-huh. K. Endrét. Igen. A börtönből, de közelebb nem kerültünk ezzel nem, sem nekem a megoldáshoz. Az is érdekes benne, hogy ez abszolút a lövészárkokon túli megjegyzés. Tehát, hogyha valaki egyet is értett jobboldali körökből az ellenzékkel, meg azzal, akik ezt kritizálták, ő nem szólal meg. És ő megszólalt, és széles nyilvánosság előtt ezt odaírta. Nekem nem tisztem megítélni Magyar Péter mozgását a közéletben a válása óta, de valamennyire állátásom minimális azért van, és én úgy látom, hogy ő nagyon igyekszik magát függetleníteni. Ezt a megelőző érától, amikor a miniszterasszony férje volt, és ebbéli pozíciójából fakadóan ugye részt is vállalt különböző állami cégek működtetésében, tehát ő egy elég látványos három lépést tett hátra, más ügyekben is, ahogy látom a hol finom, hol kevésbé finom megnyilvánulásait, ő egy ilyen független pozícióba helyezte magát. Ennek is egyébként nyilván megvan maga oka. De az ennek a megszólalásnak akkor is súlya van. Tehát egyrészt azért már átmutatta a szekértáborokon, másrészt azért nem tudom, hogy abban a pillanatban a magánéletük hol tartott a akkori miniszterasszonya, de hát, hogy valamilyen rálátása volt az ügyre, azért ez a beírás azt mutatja. És tulajdonképpen kimondja, hogy rossz döntés volt. Tehát ennek azért azt gondolom, hogy komoly súlya van. Hát egyrészt, másrészt meg azért az fontos, hogy ő Orbán Balázsnak is ellentmond ezzel, meg Kocsis Máténak is ellentmond ezzel, akik azt mondják, hogy hát ez csak baloldali politikai botrány, ez nem. Hogyha egy ennyire volt prominens, fideszes ember is azt írja, hogy ezt nem, ilyenkor, és most ő nagyon finoman fogalmazott Facebookon, lefordítom, légy szíves, ne hazudozzatok már, mondjátok el, hogy elrontottuk, aztán megpróbáljuk megjavítani, vagy kijavítani, már ha lehet. Ez ennyi volt az a komment gyakorlatilag. Ha még ő is egy fideszes miniszter volt, férje is ezt mondja, akkor valószínűleg a fideszesek többsége is, vagy egy jelentős része is így gondolhatja. Megmutatjuk a mi mérésünket, itt a reklám alatt arról beszéltünk, hogy Tompos Márton azt valószínűsíteni, hogy most éppen egy nagy, akár 20 000 panelás fideszes mérés is zajlik, és majd annak alapján döntik el a kormánypártok, hogy hogyan tovább. Mutatjuk azt, hogy a mi kérdésünkre önök milyen választ adtak. Ugye a kérdésünk az volt, hogy önök szerint le kell lemondani a Novák Katalinnak. Hát ez nem volt annyira megosztó ez a kérdés. 91% a nézőinknek igennel válaszolt, 9% mondta azt, hogy nem. És én ezt az adás elején már felvetettem, de arra nem kaptam választ, úgyhogy most újra ide teszem az asztalra, hogy eljöhet-e az a pillanat, amikor olyan nyomás alá kerül a kétharmad és Novák Katalin, hogy lemond. Mint ahogy Schmidt Pállal ez megtörtént. Ne. Mi ezért szervezünk tüntetést, azért várunk mindenkit szeretettel, de hogy szerintem a magyar politikai logika jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Fidesz mindent mér, ha azt méri, hogy valami védetetlen, annak elengedi a kezét egy idő után. Tehát, hogy ha, amint ez jobban elkezd ráégni mondjuk a Fidesz EP szereplésére, önkormányzati szereplésére, beáldoznak valakit. Tehát, hogy a nyomást fenn kell tartani, akár júniusig, akár 2026-ig, mindegy, de hogy azért volt elég dolog, amivel ezt lehet vinni tovább, ugye Kalátáról is beszélgettünk, úgyhogy én hiszek benne, hogy már messze nem azokat az időket élünk, amikor egy plágium botrány miatt lemond egy fideszes államelnök, de a nyomást, ez a teljesen technológus, csak a számokra, semmiféle elvre nem hallgató rendszer megérzi. Teljesen más súlya van Novák Katalinnak a Fidesz rendszerében, mint Schmidt Pálnak volt. Az ügy maga is teljesen más. Novák Katalin jelképezi, sokkal súlyosabb az ügy, de Novák Katalin jelképezi a Fidesz kormány családpolitikáját. Épp ezért nem engedhetik, hogy teljesen ráégjen a dolog, pláne nem engedhetik, hogy be kelljen áldozni. Mert azzal a Fidesz családpolitikájáról állítják azt, hogy az megbukott. Úgyhogy ebből azt gondolom, hogy épp pont, hogy ott fogják tartani az elnöki palotában. Én is ezt gondolom, és ugye van még egy bizonyos menekülő kapu a dologban, hiszen a miniszteri ellenjegyzés, amiről kevesebbet beszéltünk,
De ugye azzal, hogy az akkori igazságügyi felelős miniszter ezt ellenjegyezte, bizonyos értelemben átvállal egy felelősséget. Ugye a magyar jogrendszerben ez egy furcsa dolog, amikor valakinek a döntését, ráadásul pláne a köztársasági elnöki döntés esetén van egy politikusnak az ellenjegyzése, de ez mindenképpen ahhoz vezet, hogy osztja a felelősséget. Nem azt jelenti, hogy nincsen, nagyon nagy felelősség, hiszen ő kezdeményezte, ő osztja meg a döntést. De az az ellenjegyzés azért azt jelenti, hogy volt egy politikai egyetértése körül, mert ugye hát az akkori igazságügyi felelős miniszter ma az LP lista vezetője a Fidesznek. Tehát ez szerintem összekapcsolja ezt az ügyet, tehát innen azt gondolom, még kevésbé lehet eljutni oda, hogy Novák Katalin önmagában legyen bűnbak, és az ő lemondásával ezt tisztázni lehessen. A mai nyilatkozatok meg szerintem nem is ebbe az irányba mutatnak, ez a szokásos sündisznó állás, kard ki, és mondani, majd eljutunk oda, hogy Soros, meg Brüsszelből mondják nekünk, hogy ezt a kampányt kell folytatni, de szerintem egy pár hét is itt fog tartani, hogy ez valójában a hazaáruló kampánya. Szerintem ez fog jönni. Nem gondolom, hogy Novák Katalinnak szerintem veszélybe lenne ilyen értelemben a Fidesz döntés alapján a pozíciója. Azt viszont igen, hogy ez okoz majd neki népszerűségvesztést, és okoz szavazatvesztést a Fidesznek. Az baj, vagy ez csak reálpolitika, hogy egy ellenzéki párt abban nem hisz, hogy egy ilyen ügy miatt le lehet mondatni valakit? Ez a tapasztalatunk. Tehát ahogy a NER-nek ismerjük az elmúlt 13 évét, én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan példát tudnánk mondani, amikor ilyen következménye volt egy dolognak. Az a plágium úgyis ugye jóval korábban volt, és annak is, hogy az pontosan miért következett be, nincsen kibontva minden részlete, de ezen túl azért nagyon sok ilyet nem tudnánk még mondani. Tehát az ellenzéknek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy ez az ügy ráégjen a Fidesz kormányra és ráégjen Novák Katalinra, de a reál politika az mégiscsak az, hogy ez nem fog. Meg fölmerül egy kérdés, hogy az ellenzéki szempontból, ha már egy kicsit ilyen elemzőbe vagyunk, hogy vajon mihez vezetne, ha most kiállna ide a Fidesz frakcióvezetője, vagy miniszterelnök, vagy valaki, és azt mondaná, hogy hibáztunk, nagyon nagy hiba volt, a köztársasági elnök azt mondja, megjelenne, és azt mondaná, hogy érti a felelősséget, és lemondott. Nem tudom, hogy politikai szempontból, ha most nem a morális részét nézzük, hanem azt, hogy mikor ég rá jobban a hatalomra, melyik lenne a jobb megoldás. Ez egy elég haszonelvű megközelítés. Igen, de hát itt most ugye arról beszéltünk ugye az előbb, hogy mikor lehet ebből profitálni az ellenzéknek. Én nem tudom a választ rá, csak kérdés az, hogy nem-e az lenne a menekülőkapu a Fidesznek erkölcsi értelemben, ha vállalná a felelősséget. Ezt én nem tartom valószínűleg, de majd a beszélget. Én 1% esélynél többet nem adok erre. Akkor megyünk tovább, mert itt nagyon-nagyon sok szálon emlegettük az igazságszolgáltatás működését. Most egy teljesen más szelete kerül ennek terítékre, mert hogy a 24.hu egy nagyon hosszú anyagot közölt azzal kapcsolatban, hogy a nevük elhallgatását kérő bírók arról panaszkodtak, hogy megdöbbentően alacsony a fizetésük, és ugye ez az infláció miatt csak folyamatosan erodálódik, és példákat is hoztak arra, hogy milyen nagyságrendű ügyekben kénytelenek úgy dönteni, hogy hát elenyésző pénzt visznek haza, és ez nem csak a bírákra, hanem a bírósági rendszerben dolgozók egészére igaz. Mutatunk pár konkrét adatot. 13 éve bíró, komoly ügyeket tárgyal, és egy szakmunkás sokkal többet keres nála. Ezt egy törvényszéken dolgozó, neve elhallgatását kérő bíró mondta a 24.hu-nak. A portál szerint sorra távoznak a bírósági dolgozók az egyre versenyképtelenebb fizetések miatt. Bár az utóbbi időszakban rekordmagas volt az infláció az országban, a bírósági dolgozók bérét 2 éve nem emelték. Ez idő alatt 35% volt a pénzromlás mértéke, miközben 34%-kal emelkedtek az átlagkeresetek. Ez azt jelenti, hogy a bírósági dolgozók a fizetésük értékének több mint 1/3-át elvesztették az elmúlt 2 évben. A szereplők szerint a bírósági rendszer a működésképtelenség határán lavíroz. Az igazságügyi tárca viszont azt állítja, a béremelések elmaradásáért a bírósági hivatal felelős. Na és akkor még egy konkrét idézet ebből a cikkből, ahol elhangzik, hogy egy bírósági titkár kezdő fizetése nettó 316 ezer és 346 ezer forint között mozog, és például neki kell felülvizsgálni a Sádlő-féle végrehajtók végrehajtásait, ahol nem pár százezres, hanem 100 milliós jövedelemmel bírnak, és felmerül a kérdés, hogy ilyenkor ez mennyire frusztrációs helyzet, és mekkora a korrupció lehetősége és kockázata. Azért ezt még átkötném egy pár olyan témára, amivel foglalkoztunk, meg foglalkozni fogunk, tehát hogy most
lehet számokkal dobározni, a Diétás Magyar Múzsa is írt egy nagyon jó posztot pont ma erről, ugye ott ügyvédek dolgoznak többek között, hogy ügyvédek csinálják ezt, hogy van olyan fizikai munkás a bíróságok környékén, akik 115 ezer forintos kezdőbérrel vannak. Tehát mindez, mind az egészségügyi bérek, mind az oktatási bérek ahhoz vezetnek, amiket most látunk, hogy egy 14 éves gyerek 2024-ben meghalt tüdőgyulladásban Magyarországon. Hogy egy pedofil botrányba keveredett embernek évekig nem bírálják el az ügyét, mert nincs ember, mert nincsenek megfizetve. A rendőrség helyzetéről, a tűzoltók helyzetéről, a mentősök helyzetéről, arról, hogy valaki 5,5 órán keresztül ült a halott édesapja mellett, mert nem vették fel az ügyeletnél. Ez a következmény. Tehát mi nagyon sokszor elmondtuk már, hogy igen, hát persze, növelni kéne a tanároknak, meg a bírósági dolgozóknak a fizetését, de nem azért, mert hogy ez a csoport mennyivel járjon abban, hanem azért, mert hogyha ezt csináljuk, akkor az halálhoz, nyomorúsághoz és egészen katasztrofális helyzethez vezet. Ez a logikai okokozati sorrend azért a választók többségének a fejében nincs meg. Nincs, és de hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy fennáll-e a korrupció veszélye a bíróságokon, amiatt, hogy miközben megkeresik azt a pár százezer forintot, a közben ilyen százmilliós, meg milliárdos ügyekkel foglalkoznak. Hát én nagyon bízom benne, hogy nem ez a válasza a jog szolgáltatásnak, hanem ha jól értem az erről szóló írásokat, itt inkább azt történik, hogy van egy munkaerő elvándorlás a bíróságokról, és menekülnek, amerre látnak, ahol biztosabb egzisztenciát, vagy ahonnan biztosabb egzisztenciát remélnek. Ami nekem még érdekes ebben a történetben, hogy ez is jól mutatja, hogy a Fidesz kormány, amikor valahol egy komolyabb feszültség góc alakul ki egy ágazatban, legyen az mondjuk egészségügy, oktatás, vagy az igazságszolgáltatás, ott nagy harcok árán, de el lehet nála érni, hogy valamekkora bérfejlesztés megtörténjen, de ezzel le van tudva a történet. Tehát nincsen utóélete ezeknek a dolgoknak, ezeknek a döntéseknek, nincs egy követés, nincs egy infláció követő emelés belerögzítve ezekbe a megállapodásokba, hanem egy adott ponton megtörténik egy bérfejlesztés, ez lehet, hogy 2 évre szól, lehet, hogy 3 évre, de onnantól kezdve ez az akta le van zárva a kormány részéről a következő 10 évre. Pontosan, és hogy itt nagyon fontos, hogy a kormány csak azt nézze, hogy kinek van érdekérvényesítési képessége, tehát hogy ők megemelik mondjuk a tanárok fizetését, de nem emelik meg az iskolában dolgozó mondjuk informatikusnak, technikai dolgozónak a fizetését. Megemelik a bírák fizetését. Igen, aki kárt okozni. És ez az igazán cinikus az egészben, hogy tényleg nem az számít, hogy a nagy egész rendszer hogyan működik, hanem hogy hogyan tudunk csendet teremteni, legalábbis a kormány szempontjából, és ennek tényleg az eredménye, ami most van, hogy elvándorlás van, és nem működik a rendszer. Annyit tennék hozzá, hogy nem az a probléma, hogy a szakmunkás viszonylag jól keres, mert az egyébként végre eljutott oda a társadalom, hogy nem lenézik a szakmunkásokat, azzal van a probléma, hogy akik 5-6 évig járnak jogi egyetemre, szakvizsgáznak, azt hiszem, én erről sokat tudnék mesélni, vannak, akik évtizedekig jártak, de természetesen a tréfát, vannak olyan politikusok, de visszatérve erre, hogy ott tényleg nincsen rendben, aránytalanná vált, de nem a korrupciós veszélyt látom itt, mert aki az igazságszolgáltatásban megy dolgozni, az nagyjából tudja, hogy ő nem a versenyszféra jövedelmeit keresi, tehát aki elmegy ügyészségi vagy bírósági titkárnak, ezt pontosan tudja, de az igen, hogy a szakmai a legjobbjai nem oda fognak menni. Tehát ennek a mai bérrendszernek, amit az igazságszolgáltatás kínálni tud, az azt jelenti, hogy nem versenyképes, tehát más jogi szakmákban aránytalanul többet keresnek. Tehát szerintem van egy ilyen problémája, és az egyetértek, hogy ahol ég a tűz, ott gyorsan egy gyors tűzoltás, de nem nézik meg, hogy miért gyúlt a tűz, hogy ismét ki fog-e gyúlni. Gyorsan azzal a szférával kell valamit kezdeni, hogy elmondjuk, hogy volt bérfejlesztés, és igen, ez nem csak az igazságszolgáltatás, az a pedagógusok, hát akikben, vagy az orvosok egy része is, mert ugye ott is vannak természetesen az orvosi ágazatnak olyan része, amik jól fizető, hivatalos fizetéssel rendelkeznek, de például az ápolók, szakápolók, hát továbbra is botrányos jövedelemmel. Na és akkor itt ez a következő két egészségügyi témánk már fölmerült, mind a kettőben a halál, a tragikus kapcsolat, és az egyik halál az úgy tűnik, hogy elkerülhető lett volna, egy 13 éves kislány tüdőgyulladásban halt meg, a másik esetben valóban egy asszonynak kellett több órát várnia a halott hozzátartozójához, hogy kijöjjön az orvos. Mutatjuk ezeknek az eseteknek a hátterét. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hatósági jogkörénél fogva azonnali vizsgálatot rendelt el a Máté Szalkai haláleset kapcsán.
Mint arról beszámoltunk, tüdőgyulladásban halt meg egy nagyecsedi kislány, miután a szülők elmondása szerint múlt hétvégén lett beteg a lányuk, ezért hétfőn el is vitték a házi orvoshoz, ahol azt mondták nekik, hogy influenza-szerű vírus kaphatott el, otthon kúrálják. Másnap a lány már a hátát és a mellkasát is fájlalta, ezért kocsiba ültek és a Mátészalkai orvosi ügyeletre mentek vele, de innen is hazaküldték őket. Két órával később már a sürgősségire kellett vinni a lányt, mert vért hányt és a szívét is fájlalta. Innen mentő vitte a gyereket a nyíregyházi kórházba, itt hajnali 3-kor intenzívre került, majd altatásba. A légzése összeomlott és szerda reggelre meghalt. A szülők feljelentést tesznek, hogy kiderüljön, mulasztott-e valaki. Mindeközben az RTL híradója arról számolt be, hogy 5,5 órát kellett várnia egy szentendrei nőnek a halott apja mellett az ügyeletes orvosra. A híradó szerint a hétvégén többen is hiába hívták a megyében a 1830-as ügyeleti számot. A szentendrei nő elmondta, édesapja reggel 9-kor hunyt el, és egyből elkezdte hívni az ügyeleti számot, mert tudtam, az ügyeletes orvosnak kell megállapítani a halált, és ő állítja ki a halotti bizonyítványt. Végül az apja gondos óráján keresztül érte el a diszpécsert, aki mentőt hívott. Az ügyeletes orvosra azonban még így is 5,5 órát kellett várnia. Ugye ebben a hírben két különböző esetet kapcsoltunk össze, amiben az egyik a kislány halála az lehet tragikus emberi mulasztások sorozatának tragikus eredménye, feltételes módban beszélek, mert nem tudunk semmit. A másik az viszont már tudjuk, hogy ami Pest vármegyében, Dunakanyarban történt az orvosi ügyelettel, az ellen nagyon-nagyon sok polgármester tiltakozott, levélben tiltakozott, aláírásokat gyűjtenek, kiemelten nehéz helyzet a gyerek, orvosi ügyelet, amiről ugye a mentőszolgált azt mondja, hogy nyugodtan vihetik a felnőtt orvosi ügyelet, ez erre nem tudom, hogy felnőtt mit szólna, hogyha azt mondják, hogy menjen a gyerek orvoshoz, hogyha baja van. Szóval ez két különálló történet, és nyilván a kislány halála az nagyon megrázó, mert azért tüdőgyulladásban 2024-ben egyértelmű tünetekkel ez mindenkiben felvet kérdéseket, de a másik a rendszer szintű probléma. Először is azért szerintem talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy részvétünk a hozzátartozóknak, tehát ez borzasztó, és nem kívánom senkinek, hogy ilyet kelljen átélni. Másrészt meg igen, itt a rendszer szintű, de hogy én úgy emlékszem, hogy ilyen nagyon sok sztori volt az elmúlt évekből. Folyamatosan kongatjuk a vészharangot, hogy ja, ha jól tudom, a Hajdúsába kezdték el először bevezetni ezt az ügyeleti rendszert, és már ott is voltak problémák, és ott úgy oldották meg, hogy a szomszédos megyékből hozták át a kapacitásokat, de már akkor is mondtuk, hogy jó, de akkor, hogyha mindenhol bevezetek, akkor honnan viszitek át a kapacitásokat, ennek így semmi értelme nincsen. De hát sajnos ez a, most tényleg közhelyes leszek, de ezt mondjuk el ezerszer, és még elmondom még ezerszer, ha kell. Ha hagyjuk, hogy az a pénz az lomkoran a sétányokra menjen el, meg letérkövezett főterekre, és nem egészségügyre, nem oktatásra, nem ilyesmire, akkor ennek ez lesz az eredménye. Ez nem kell túl gondolni, ez nem egy 8 lépcsős, nagyon komplex gondolkodásmódhoz kell. Ennyi. Ha ellopják a pénzed, akkor nem lesz ügyeleti rendszer. Pont. És ez az, amit szerintem még mindig nagyon sokan nem hajlandóak elfogadni. Én nem vagyok kíméletes a magyar egészségügyel szemben, de még engem is megleptek ezek az esetek, különösen a Mátészalkai, mert itt már nem csak arról van szó, hogy mi a szakmai minimum. Itt olyan morális, meg emberiességi kérdések kerülnek elő, ami pont az egészségügy esetében értelmezhetetlen, akik fölesküsznek az orvosi hivatásra, a Hippokratészi esküt leteszik. Szóval ezek az emberek hogy tudnak ilyen flegmán hanyagul hozzáállni egy influenzás megbetegedéshez, miközben nyilvánvalóan olyan tüneteket produkál a beteg, ami igényelné a szakszerű orvosi ellátást. Ehhez képest, ha jól olvastam az erről szóló hírekben, az érintett orvos azzal szabadkozott, hogy ő nem Jézus Krisztus, hogy föltámaszza a betegeket, meg mert talán még dobott is egy keresztet. Tehát ilyen cinikus hozzáállása. Én remélem, hogyha itt tényleg bebizonyítható, hogy az orvos hibázott, akkor ennek nagyon súlyos etikai következményei kell, hogy legyenek. Orvoskamarai és ágazati következményének kell lennie. A másik eset az ügyeleti ellátás Pest megyében, az meg valóban arra mutat rá, hogy az a rendszer, amivel megpróbálják napi szinten átmenteni a következő napra az állami egészségügyet, hogy működjön, az ennyit tud magából kihozni. Ez a teteje. Hogy káoszszerűen
különböző pontokon próbálnak beavatkozni a rendszerbe. Az igazán elborzasztó egyébként az, hogy ezek az esetek akkor derülnek ki, akkor kerülnek napvilágra, hogyha belehal a beteg, vagy valamelyik celeb rokonát. Rokona kerül ilyen nagyon nehéz helyzetbe, de nyugodjunk meg afelől, hogy több tucatjával vannak ilyen esetek naponta. Csak ezek nem jutnak el a nyilvánosságig. Szeretnék két dolgot hinni, bár ma nem túl vidám témákról van szó. Ilyen szempont. Nem is azért jövünk ide, hogy vidámkodjunk, de azért ezek ma feltűnően nehéz témák. Én két dolgot szeretnék hinni, hogy egyrészt itt a nyomozás majd ki fogja deríteni az igazságot, és azt gondolom, hogy itt a morális, etikai és az orvosi kamerán túlmenő felelősség is lehet, hiszen itt azért a büntetőjog szerepe is fölmerül, és ha tisztán látunk, akkor kell majd, de akkor kell majd pálcát törni az illetékes fölött. A másik pedig, amit szeretnék hinni, hogy nem arról szól a mai kormányzati struktúra, hogy a magánegészségügy és az állami egészség között akkor legyen a szakadék, hogy szépen ebből is valami üzletet csináljanak, és a magánegészségügy felé terelni az embereket, hiszen az azt jelenti, hogy aki fizet, annak majd nem 5 óra múlva jönnek ki, annak hamarabb megvizsgálják. Azt nem gondolom, hogy egy orvos, aki Hippokratész esküdtett, az tudatosan esetleg, hogy mondjam, nem akar meggyógyítani valakit, de azt igen, hogyha ha ő is úgy gondolja, hogy neki is kevés a fizetése, túlterhelt, nem figyel oda, sok beteg jut, tehát rendszer szintű probléma van, és benézhetett egy ilyen esetet. Na de itt rendszer szintű is a probléma, mert túlterhelt, mert aránytalanul sok beteg van, mert tényleg az a helyzet, hogy az influenzásokat úgy kezelik, hogy az gyógyítsa meg otthon magát, az olyan tűnik, hogy a rendőrségen valakinek ellopták a biciklét, ugye évtizedekig az volt, hogy hát keressen meg maga, mert ugye nem gondolja ezért. Hát diagnosztizáljon magán az ilyen, emberek, tüdőgyulladás. Ez így van, igen. És én bízom benne, hogy emögött nem áll viszont ilyen. Viszont ugye itt az ügyeleti rendszer kapcsán azért a magánellátás felé terelés, ez egyszerűen nem állja meg a helyét. Ugye van egy olyan vitájuk az érintett polgármestereknek, hogy ezt a mentőszolgálatnak kell biztosítania. Ők szívesen kifizetik, zárójel gazdag önkormányzatok tudják megtenni, mint mondjuk Budaörs vagy Szentendre, hogy ezt kifizesse, de ez pont az az egészségügyi ellátás, ahol nem nagyon lehet az állami utat megkerülni. Ez valóban így van, de azért ugye azért az fölmerül nagyon sok emberben, hogy hagyjuk az ügyeleti rendszert, van azért B-opció, azért ez azt gondolom, hogy emberek beszélik egymás között, hogy mondjam, aki ki tudja fizetni, annak azért bármelyik egészségügyi területen van valami félelőség. Körülbelül a 35%-a a társadalomnak. Igen, na hát én azt nem mertem ilyen számot mondani, és szeretném hinni, hogy nem ebben az irányban. Igen, az ügyeleti rendszerben valóban ez pont nem az, de az egész egészségügyben azért gyanús ez, hogy annyira látványos már a különbség. Persze, hát világos az, hogy vannak olyan szolgáltatások, amiért ha valaki extra szolgáltatásra többet kell fizetni. De amikor arról szól, hogy valaki tisztességgel ledolgozott évtizedeket, majd az STK-ba esélye sincsen meggyógyulni, bejutni időben orvoshoz, vannak olyan várólisták, amire 2030-ra adnak csípőprotézisra időpontot, azért azt gondolom, hogy ez így annyira nincsen rendben, és annyira erős a kontraszt, hogy nem állítom, de fölmerül a kérdés, hogy nem-e az magánegészségügynek ezáltal valamilyen közvetett, nem közvetlen, de valamilyen közvetett helyzetbehozása történik. Én nem tudom, hogy ennek van-e ilyen direkt szándékain, inkább úgy látom a Fidesznek a rendszerét, hogy ők meglovagolják az ilyen problémákat. Tehát látják azt, hogy tényleg csak ott, ugye beszéltünk hogy arról, hogy aki érdekeket tud érvényesíteni, az kaphat pénzt. Tökéletes példa volt a kukásoké, ők közölték, hogy hát akkor nem lesz elvűve a szemét, 2 nap múlva lett pénz. A tanároknál ez kicsit tovább tartott, de úgy néz ki, hogy valamennyit sikerült most kiarcolni, megint csak nem normálisan. De hogy ez megy évek óta, sőt már több mint egy évtizede, és ők ebben nem gondolom, hogy egy rendterv lenne, hanem meglovagolják a problémát, és hogyha már ez kialakul, ugyanúgy, mint a Covid-nál volt, hogy ha már ilyen probléma van, és rendelni kell lélegeztetőgépeket, akkor megteszik a haverokon keresztül, akkor megteszik Malájszélámoson keresztül, akkor megcsinálják ezt a maszkokkal is, megcsinálják a tesztekkel is, akkor már Bájer Zsolt feleségének alapítványa bejön a képbe. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez tudatos, lehet, nem gondolom, de azt gondolom, hogy ők hullámokban egyszerűen csak látják, hogy hol van a pénz, aztán mennek utána. Valóban nem voltak vidám témák, de hát ezek voltak ma a hírek. Köszönöm szépen a kommentárokat, és ezen nem vidám témák egyikét fogja folytatni a csat is. Ebből jön most egy rövid részlet. Egyelőre a Fidesz még nem döntött az európai parlamenti listájáról. Múlt héten Gulyás Gergely a Kormányinfón is elmondta, hogy február végén, márciusban várható erről döntés. Tehát, hogy valóban bejelentették már, de a Fidesz hivatalos... Bejelentették, de nem döntöttek? Még nem döntött a Fidesz hivatalosan, az országos választmánynak... Ilyen furcsa dolgok vannak, bejelentik, de nem döntenek. Hát még az
azt mondták, hogy így lesz, de majd meglátjuk a végső döntést. Az a konkrét ügyben pedig én nem láttam a konkrét bírósági iratokat, a konkrét kegyelmi döntésnek az okát nem láttam én se, úgyhogy emiatt nem tudok nagyon úgymond 100%-ig állást foglalni. Elképzelhető, hogy annyira fontos a konfliktus a magyar kormánynak, hogy emiatt Varga Juditot leváltja, vagy még nem szavazták meg, de már bejelentették, tehát hogy nem ő lesz a parlamenti listán az első. Ez volt tehát az előzetes, és mindjárt kezdődik a csat, és még gyorsan elmondom önöknek, hogy holnap 6.30-tól majd Somos Andrással várjuk önöket. Többek között vendégünk lesz majd Dúró Dóra és Hak Péter is, tartsanak akkor is velünk, meg ma este is az ATV-n. Szép estét!